Szakmai párbeszéd a szociális ügyekért és a társadalmi felzárkózásért a szociálpolitikai tanácson belül 7 szakmai kollégium működik a jövőben a szociális szférához kapcsolódó szakterületek fejlődéséért. Kormányhatározat született arról, hogy a szociálpolitikai tanácson belül 7 szakmai kollégium, mindegyike 12 taggal tárgyalja meg a szakterület fejlesztéséhez szükséges javaslatokat, szakmai elveket, törvényi és jogszabályi folyamatok előkészítésében vesznek részt. A szociálpolitikáért, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság mellett működik a tanácsadói testület. A fogyatékosok, hajléktalanok, szenvedélybetegek, idősek, a rehabilitációs foglalkoztatásban résztvevők ügyeiért felelős a tanács. A szakmai kollégiumok között a hajléktalan ügyi és lakhatási, valamint a rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás szakmai kollégiumának munkáját nyíregyházi szakemberek is segítik majd. Dr. Szoboszlai Katalin főiskolai docens és Balogh Zoltán, a Védett Szervezetek Országos Szövetségének elnöke. A rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatásban 50 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma az utóbbi években. Hazánkban 30 ezeren dolgoznak rehabilitációs kártyával. Nincs annyi munkára váró megváltozott munkaképességű ember, mint amennyi álláshelyet kínálnak számukra, és mint amennyi foglalkoztatott támogatására az állam lehetőséget biztosít. Vannak térségek, ahol ez jellemző. A cégeknek megéri a nyílt munkaerőpiacon is megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni, hiszen járulékkedvezményt kapnak, és egyéb, akár képzési támogatásokban is részesülhetnek. Az úgynevezett védett foglalkoztatásban szeretnék elérni azt is, hogy a szakképzetlen dolgozók száma csökkenjen, ezért támogatott képzésekre lenne szükség. A stúdióban köszöntöm Balogh Zoltánt, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért olyan lényeges és miért olyan fontos, hogy a szociális szaktárca is így gondolkodik, hogy szakmai kollégiumokat hozzon létre, és hogy egy szorosabb együttműködés alakuljon ki a szakma, az érdekképviselet és a döntéshozók között? Emberi Erőforrások Minisztérium egy óriási hatáskörrel megáldott tárca, és valószínűleg a példa a egészségügyi államtitkárság kollégiumi rendszeréről lett véve, ami hosszabb ideje működik. Ezt sajátította most el a egyébként szintén kifogyhatatlan témával rendelkező szociális terület. Ez is egy örökzöld téma, és ez jelzi az a fajta felvezetés, amit most a Kölcsei Televízió nézői is láttak, hallottak, hiszen az a fajta elvitathatatlan fejlődés, ami az ágazatban történt, az további új kihívások elé állítja a rendszert, és valószínűleg ezek az új kihívások a képzés, azok a fajta nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedések, és az a fajta komplex vizsgálati rendszer, ahol már nem csak orvos szakértők, hanem szociális szakértők, foglalkozási szakértők is közreműködnek. Szét kell, hogy válassza szakmailag, hogy ki az, aki hosszú távon visszahelyezhet a nyílt munkaerőpiacra, ki az, akinek más megoldást kell találni, és egyáltalában azok a határok, amik ma érvényben vannak, azok jók-e, hiszen egy megváltozott munkaképességűt egy idő után kiveszünk megfelelő minősítésénél, tehát a tranzit foglalkoztatásban részesülő tudják, hogy 36 hónap után kiveszik. Vajon helyese, hogy 36 hónap után kikerülnek a támogatott foglalkoztatásból? Vajon a közfoglalkoztatásban való átvezetésük mostani rendszere jó-e, vagy meg kell találni a belügyminisztériummal együtt azt a fajta szegmest, hogy azok, akik már megtanultak bizonyos munkafolyamatokat, azokat a közfoglalkoztatás támogatási rendszerében meg kellene a saját helyükön hagyni. Vajon egy pszichiátriai gondozottnak jó-e, vajon egy nehezen mozgónak jó-e az, hogy átvezényeljük egy másik munkaterületre, új környezetbe, és mindez, és még nagyon sok helyet lehetne sorolni, amit majd ebbe a szakmai kollégiumban fel kell, hogy vessünk. No hát akkor már vannak is előzetesen tervek, és hát vannak javaslatok, ötletek. Nagyon sokat változott ez a terület az elmúlt években, ehhez nem fér kétség, és nagyon sok olyan változás történt, amit előnyösnek is látnak. Van-e valami, amiben viszont azt szeretné a szakmai kollégium, hogy tovább változtassanak, vagy tovább fejlesztenek? Egy színes összetételű kollégiumot hozott létre a miniszter, ugye ez egy kétszer hatos összetételű minden ilyen szakmai kollégium.
abba a hatos rendszerbe, amiben én is a miniszter úr felkérését megkaptam, vidékről ketten vagyunk, egy dunántúli kolléganő és én. Többiek egyetemi oktatók, egyházi szakemberek, tehát az alapindítatás, mind a hatan hívhatunk be még egy-egy szakértőt. Ez fogja színessé tenni, az egyetemi oktató a saját területéről fogja látni, és azt gondolom, hogy ha ezt úgy tudjuk működtetni, ahogy a tanács tagja, hiszen már több ízben találkoztunk a hivatalos felkérés megelőzően is, olyan ambícióval szeretnénk csinálni, és erre a minisztérium ad lehetőséget, és befogadja azokat a javaslatokat, a tanácsokat, akkor úgy tűnik, hogy megint lesz egy fejlődés ezen a területen is. Mi lesz az, amiről a legközelebbi találkozón szót ejtenek és beszélnek? Tehát vannak-e már olyan területek, amit látnak, hogy terveket fognak kidolgozni és előterjeszteni? Én nagyon fontosnak tartom, hogy az a néhány ezer ember, aki kikerült a támogatási rendszerből, a jelenlegi, hát nem tudom, hogy jogszabályi pontatlanság, hézag frissíteni való, tehát kikerül a támogatási rendszer, és nem tudta az elhelyezkedését megoldani. Ez számos olyan terület van még Magyarországon, ahol ezzel együtt is, hogy üres munkahelyek vannak, az egyik legnagyobb foglalkoztató pont egy ilyen célszervezet, célvállalat vagy az önkormányzat, s vajon jól fogunk-e megállapodni a belügyminisztériummal annak érdekében, hogy ezek az emberek a számukra megfelelő munkakörülmények közé kerülhessenek vissza. Nekem ezt kell most elindítani, és ezt én ősszel úgy szeretném elindítani, hogy újra kell éleszteni ebbe a városba, ebbe a megyébe azt a szociális párbeszédet, ami az utóbbi időben lelassult. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Innen folytatjuk majd a beszélgetést, hiszen ha lesznek konkrét tervek, konkrét témák, akkor érdemes lesz erre visszatérni. Köszönjük még egyszer. Örömmel szolgál.